Amiről a nyitáson is beszéltem, és amit ha megnézzük a képeit, azt gondolom, hogy talán egy picit eltér egy hagyományos gondolkozástól, hogy rendkívüli szuggesztivitással bír ez a festészet. Épp ugye arról beszéltem, hogy sokszor úgy megyünk el kiállításokra, hogy tudjuk, hogy nagyon jó, biztos minőséget látunk, de nem kavar fel minket. Nagyon jó, míves, igényes a dolog, de van egy másik, amikor váratlanságok, amikor mélyütések érnek minket, és azt hiszem, hogy Győri Eszter piktúrája még azoknak is, akik ismerik, tud olyan váratlanságokkal előállni, tehát ez a szuggesztivitás, ez az erő, ami benne van, ez, ami rögtön megragadja az embert, és hogy ne engedjek kérdést föltenni neked, hogy ami úgy gondolom kiváltja az emberből azt is, hogy vagy azonosulunk, vagy kicsit szembehelyezkedünk a látottakkal. Nem mondtam a megnyitóban, úgyhogy ez itt új gondolat, ezt a szót, hogy arcok és álarcok. Nincs benne semmi új egyébként, de valamilyen módon, amikor megjelenik itt az önarckép, ezekben az arcokban részben álarcokról is szó van. Az arckép, még ha másról vagy egy szimbolikus figurát jelenít is meg, vagy arcot, szerintem mindig a művészről, magáról szól. Nem önmagamról készültek, nem. Ezek barátaimról, egyetlen egy van rólam talán, az nagyon hasonlít rám, a sárga madár. Alapvetően azt hiszem, amiről szintén beszéltünk, hogy az ő festői eszmeisége abszolút nem is Európán kívül ilyen totális. Tehát ebbe Amerika nagyon benne van. Tehát ez a sok gyökerűség, ez a sokszínűség szín értelemben és gondolati értelemben is. Ilyen értelemben tehát nem magyar festészet ez, hanem egy totális világfestészet. Mindegyikünk univerzálisnak. Te vagy az, aki lezárod magadat, ha nem vagy univerzális. Azért van televízió, azért van repülő, azért van vonat, hogy az emberek menjenek és ismerjék meg. Egy festménynek teljesen felesleges, hogy ez világkép, teljesen felesleges, hogy le legyen ragadva valahova. Mindig azt akartam, hogy egyszer nagyon sok pénzem lenne, meg időm, akkor körbeutaznám a világot, és összegyűjteném az összes naív festőt, ez egy hülye nevük van, hogy naív festészet, mert nem értem, hogy mi a nem naív festészet, mert nekem az ilyen bizarr, szexuális dolog. A hölgy már nem naív, mert tegnap este megkaptam, érted? És összeszedez ezeket a festményeket, és leteszed egy nagy terembe, és nem írsz alá semmit, akkor nem tudod megmondani, olyan világismeretednek kell legyen, hogy meg tud mondani, hogy mi honnan van, mert ugyanúgy jöhet Magyarországról is az a naív festmény, mint ahogy jöhet a pápuáktól.